Most nézzük, milyen ilyen akkumulátorokat lehet a piacon felelni. A legolcsóbb, amit én most ide nem mutattam be, ez a Sky típusú, azt gondolom. Őt a 100 forintos boltokban lehet felelni. Én nem javaslom, hogy főként a legolcsóbb kategóriáját vásároljuk ennek, hiszen ezekkel sokszor be sem kapcsol például egy fényképezőgép, annyira minimális a teljesítményük. Ha esetleg kirándulni vagyunk, vagy nyaraláson vagyunk, és van egy kis asztali óránk, vagy éppen nagyon gyorsan kell a fényképezőnkbe az akkumulátor lemerülése miatt ilyen elemet használni, akkor vásároljátok meg, hiszen 4 darabot 120-130 forintért meg tudtok venni a boltban. Viszont máshova ezeket az elemeket abszolút nem javaslom. Tehát ilyen olcsó kategóriás elemeket ne nagyon vásároljatok, azt gondolom. Egy viszonylag jobb minőségű elem már, amit az Osamban vásároltam, és kb. 69 forintra jön ki darabja, ez az alkáli elem. Hát azt kell, hogy mondjam, hogy egy normál alkáli elemnek kb. 50%-át tudja teljesíteni, tehát a flip kamerámban például csak néhány perc, mondjuk 30-40 perc felvétel elkészítésére ez folyamatosan természetesen elegendő, tehát őt például nem nagyon javaslom. Az IKEA-ban felelhető viszonylag olcsó kategóriás, tehát én most olyan 85-89 forint per darab áron elérhető, ez az alkáli elem. Ő már egy viszonylag nagyobb teljesítményű, őt azt gondolom, hogy érdemes már alkalmazni például a fali órákba, billentyűzet, rádiós billentyűzetbe például, vagy egereknek a működtetésére, ugye amik rádiófrekvenciával működnek. Discmanben és egyéb nagyobb teljesítményű eszközökben, mint például az én flip kamerámban, ide sem túl alkalmas már ez, tehát ne várjunk tőle csodákat, esetleg fali órákba tehetjük még őt. Tehát ő egy középkategóriás elem, mindig az olcsó elem a legdrágább, higgyétek el, tehát ha Discmanbe vagy vérnyomásmérőbe vásároltak, akkor mindenképpen jó minőségű elemet vásároljatok. Nekem éppen egy ilyen Maxell alkáli elemem van itthon, nincs most Energizer vagy Duracell, gondoljátok át, hogy ezek nagyjából ugyanazok a kategóriák, tehát egy Energizer, Maxell, Philips, Panasonic, tehát ezek nagyjából ugyanazt tudják ezek a márkák, nyilván például a Duracell az egyik legdrágább, gondoljátok át, hogy melyiket vásároljátok belőle, azt gondolom, hogy már a Panasonic, Maxell, ezek a márkák is viszonylag olcsón elérhetők és jó minőségűek, vagy például a GP. A GP-nek is több kategóriája van, ő kimondottan egy olyan gyártó, aki tart olcsó kategóriát is, és a prémium kategóriát is. Érdemes nála a közép kategóriát választanotok. Hová javaslom ezeket a hagyományos elemeket? Tehát még egyszer folióórákba, esetleg távirányítókba, a kisebb teljesítményű egerekbe, például a számítógéphez, vagy ide a billentyűzethez, bár oda már el kell gondolkoznatok inkább az akkumulátor elem felé. Tehát a kis teljesítményű készülékekbe tegyétek ezeket, ha nem akarjátok megfizetni az akkumulátor elemeket. Környezettudatosságból viszont mindenképpen azt javaslom, hogy akkumulátor elemeket választhatok minden készülékbe. Itt azt dönt, hogy van-e rá keretetek, hogy tudjatok ilyen kicsit drágább akkumulátor elemeket vásárolni.